iskolás, csecsemőgondozás, újraélesztő tanfolyam, mi van még ilyen szállítmányozás és logisztikai, úgy, ahogy a Krón. Igen, az ösztöndíjas városoknál is, iskoláknál is van. Srácok, itt egy igazán hosszú tájékoztatót kaptatok. Mi mindent mondott nektek a tanár? Hát így az egész ilyen szoftveres ügyekről mondott, így informatika terén tájékoztatott minket. Ennyire érdekel az informatika világa? Engem hát nagyon. Az a célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók és az ő szüleik tudjanak választani, és a mai napon a 13 tagintézményünk iskolájának egy-egy szeletét hozta el ide a standokon, illetve közben a színpadon pedig a tanulók egy-egy életképet villantanak föl az iskolák életéből, és ez egy olyan pályaválasztási kiállítás és interaktív rendezvény, ahol lehetőség van arra, hogy a tanulók a különböző eszközök használatán keresztül azokban részt vegyenek a különböző munkafolyamatokban, kipróbálják, megnézzék, átéljék, és ennek alapján érdeklődési körüknek megfelelően talán közelebb kerüljenek egy-egy szakmához, vagy egy-egy intézményhez. Úgynevezett döntési határidő az igen kitolódott a mai világban. Mikor kell döntenie egy diáknak, hogy milyen irányban szeretné a nagybetűs életet élni? Régebben ez a 7.-8. osztályos évfolyamokra korlátozódott, de néhány évvel ezelőtt bevezetésre került, hogy az általános iskolákban minden évfolyamnak úgynevezett pályorientációs napot kell szervezniük. Mi ezt üdvözöljük, ezt a lehetőséget. Nem csak a saját tanulóink továbbtanulása szempontjából fontos ez, hanem azért, mert így ez a döntés már elkezdődhet, ez a fontolgatás. Ez már elkezdődhet akár az általános iskola alsó tagozatában is, a különböző szakmákkal, a különböző anyagokkal való ismerkedés, hogy ki az, aki inkább az emberekkel szeretne foglalkozni, ki az, aki inkább a fával, a fémmel, ki az, aki inkább informatikus szeretne lenni, mert a gépek világa ilyen módon érdekli, és akkor így hosszabb ideig fontolgathatják, és lehetőség szerint a legjobbat választhassák, a szülők is, és a tanulók is. Milyen irányba szeretnétek tovább tanulni? Rendőrnek én. És miért pont rendőr? Érdekel az. Az érdekel. Hideg-meleg burkoló. Na, és találtál már magadnak egy olyan standot, ahol ezzel megismerkedhetsz? Hát Újfaluba. És hova valósi vagy? Komádi. Tesztelő, informatika, rendszergazda, ilyesmi iránt. Miért tartod ezt ennyire érdekesnek, hogy ezzel foglalkozz? Mert azért már értek én alapból egy ilyen, már 10 évesen értettem így a számítógépet, össze is rakom, be is programozom. Bármi, csak így még fejleszteni akarom, bővíteni akarom a tudásomat. És te milyen irányba szeretnél tovább? Én szállítmányozás és logisztikai. De inkább kamionsofőr lennék, mint ahogy apukám is, meg a bátyám is. A BSC mennyire tud alkalmazkodni a piaci igényekhez? Maximálisan tudunk a piaci igényekhez alkalmazkodni, mert olyan infrastruktúrával rendelkezünk, és olyan széles a képzési szerkezetünk, amely lehetővé teszi, hogy a folyamatosan jelentkező piaci igényeknek meg tudjunk felelni nappali tagozaton, vagy a rövidebb képzési idővel rendelkező felnőtt oktatásban. Gondoljunk csak most a BMW érkezésére. Gondolkodnak-e azon, hogy valami konkrét autóipari irányt válasszanak, illetve hogy a gyerekek ebbe az irányba tudják az alapokat megszerezni? Mindenképpen az a célunk, hogy különösen azoknál az iskoláknál, mint például Balmazővárosi tagintézményünkben is, azokat a képzéseket erősítsük, és koncentráltunk is az elmúlt időben, olyan fejlesztéseket vittünk oda abba az iskolába, ahol ez a gépészeti vonal tud erősödni. Gondolok itt a különböző műszaki berendezésekre,
kérdezésekre, korszerűsítésekre, amely elősegíti azt, hogy az ott lévő tanulók sokkal korszerűbb körülmények között tudnak dolgozni. A kollégákat olyan továbbképzésekre iratjuk be, ahol is szorgalmazzuk az ő folyamatos képzésüket, amely szintén ezt fogja segíteni, és abban bízunk, hogy egyúttal ennek a szakmának a népszerűsége is meg fog nőni abban a térségben, és egyre több tanulóhoz és szülőhöz fog eljutni ez a hír. Tetszett az egész rendezvény, meg jó, bő szakmai elférés van itt, hogy ugye, hogy sok szakma közül lehet válaszolni, nem annyi, hogy három szakma és technikumok, meg ilyenek, hanem tényleg bő szakma így az egész.